Erbilbe, iraki Kurdisztán fővárosába látogatott dr. Simicsko István honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor vezérezredes honvédvezérkarfőnök és az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke Kósa Lajos, valamint alelnöke dr. Harangozó Tamás. A háromnapos út során a delegáció felkereste az iraki magyar kontingens valamennyi alegységét. A személyes találkozása a katonáinkkal is az érzést igencsak felerősítette bennem, hogy a magyar katonák a legjobb katonák. Én azt hiszem, hogy azok a fiúk, akik ide eljöttek, és ezt a szolgálatot vállalták, ezt az áldozatot meghozták egyéni életükben, a családjuk vonatkozásában és a katona szakmai előmenetelük érdekében is. Ráadásul az ügy, amit képviselnek, az egy jó ügy, hiszen egy nagyon komoly fenyegetettséggel és veszéllyel szemben képezik a pesmerga erőket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet harcosaival szemben, amely hihetetlenül nagy kockázattal jár. Azt hiszem, hogy csak elismeréssel lehet szólni a magyar katonák helytállásáról és áldozatvállalásáról. A látogatás egyik fontos célja volt az is, hogy a delegáció tagjai tapasztalatot szerezzenek a külszolgálatot teljesítő katonák kinti életkörülményeiről, és megbizonyosodjanak munkavégzésük eredményességéről. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a helyi pesmerga erőktől, mind a koalíciós partnerektől, mind a Védelmi Minisztériumból, úgyhogy nimbuszonban beszélnek a magyar katonáknak a gyakorlatias és hatékony részvételéről. A Honvédelmi Bizottság, amikor az a parlamenti vita folyt, hogy küldjünk-e az iraki misszióba magyar katonákat, akkor, mint szakbizottság azt mondta, hogy sehova nem küldjünk katonákat, ahova mi nem megyünk el személyesen és ellenőrizzük, hogy milyen körülmények között hogy vézik a dolgokat. Mind az itteni szövetséges katonák megítélése szerint, mind pedig az itteni kiképzett pesmerga erők és vezetőik részéről óriási elismeréssel szóltak a magyar katonák itteni tevékenységéről, tehát én ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy minden magyar polgár büszke lehet erre a kontingensre. A delegáció tagjai számos alkalommal arról is megbizonyosodhattak, hogy a magyar honvédeket megillető elismerést a koalíciós erők más parancsnokai is erősítik. Mindenhol és mindenkivel, akivel találkoztunk és beszéltünk. Az elnöktől, a védelminiszterig, a német parancsnokon át, a pesmerga erők tábornokáig mindenki pozitív, egyöntetű és elismerő véleményt fogalmazott meg a magyar katonák itt végzett szolgálatáról. A magyar kiképzőcsoport egy lövészszázad kiképzéséért felel. Nagyon jól végzik a munkájukat professzionális katonák, akik nagyon jól felkészültek erre a misszióra, és személyesen is nagyon elégedett vagyok velük. A magyar kiképzőcsoport egy igazán jó csapat. Iraki Kurdisztán belügyminisztere Karim Sinyari is elismerően szólt a magyar katonákkal való együttműködésről. Szeretnék köszönetet mondani a magyar népnek és a magyar országgyűlésnek, továbbá Magyarország kormányának azért a támogatásért, amit az Iszlám Állam ellen harcoló pesmerga erőknek nyújtanak. Az együttműködésünk nagyon jó, a magyar katonák kiképzik a pesmerga erőinket, ami nagy segítség számunkra az Iszlám Állam legyőzéséhez. Hasonlóképp elismerését fejezte ki Falah Mustafa Bakir, iraki Kurdisztán külügyminisztere is. Nagyon örülünk a Magyarország és a kurdisztáni régió közötti színvonalas együttműködésnek. Hálásak vagyunk a magyar népnek és Magyarország kormányának azért a támogatásért, amit számunkra nyújtanak. Nagyon eredményes politikai konzultációkra került sor eddig, a katonai és a gazdasági együttműködésünk is kitűnő. Elköteleztük magunkat a Magyarországgal való hosszú távú stratégiai partnerség mellett, mert a magyarok valóban bizonyították, hogy nagyszerű barátaink. A magyar katonák nemzetközi jó híre és közismert helytállása a honvédvezérkar főnökét is büszkeséggel töltötte el, hiszen a magyar honvédekre mindig, minden körülmények között lehet számítani. Rájuk bárhol, bármikor, bármilyen feladatban számíthatunk. Látszik rajtuk, hogy felkészültek, tudják pontosan, hogy mit, miért tesznek. Számomra nagyon megnyugtató volt az, amikor a parancsnok, aki azt mondja, aki a kurd katonák kiképzését, felkészítését végzi, hogy az enyém. Az enyém. Tehát sajátjának érzi, nem csak a magyar katonát,
hanem azokat a katonákat is, akiknek a felkészítésért felel. Bármelyik helyszínen jelentünk meg, és mindegy, hogy milyen nemzetiségiekkel dolgoznak együtt a katonák, mindenkitől a legnagyobb elismerést hallhattuk.